Máté evangéliuma 8. részének 14. versétől így szól hozzánk Isten írott igéje. Amikor Jézus bement Péter házába, látta, hogy annak anyósa lázasan fekszik. Megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, ő meg felkelt, és szolgált Jézusnak. Amikor beesteledett, sok megszállottat vittek hozzá, ő pedig szavával kiűzte a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak, erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Eddig Isten írott igéje. 4 rövid kis vers. Délelőtt Pakson prédikáltam a tegnapi szakaszról, mi hosszabb, amikor Jézus meggyógyítja a kapernómi százados szolgáját. Tehát ez az előző dolog, ami történik, amikor az Úr Jézus bemegy Kapernaumba, Észak-Izrael, ott van egy nagy tó, a tó mellett ott van egy város, Kapernaum, ott lakik Péter anyósa, és nagyon sokszor náluk szállt meg az Úr Jézus is, és amikor bemegy abba a városba, az első dolog, ami történik, hogy egy római katonatiszt megy oda az Úr Jézus, hogy nem-e meggyógyítaná a szolgáját. És az Úr Jézus megcsinálja, de úgy, hogy nem is megy oda, hanem egyszerűen mond egy szót, és meggyógyul a szolga. Tehát ilyen nagy csoda van a háttérben, amikor nagy sokaság van az Úr Jézus körül, és mindenki azt látta. Mi ez a folytatás miatt, ez fontos. Aztán meg gondolom ebédelni mennek, és az Úr Jézus bemegy Péter házába, és az Úr Jézus látta, hogy Péter anyósa lázasan fekszik. Napközben ráadásul, mert ugye csak későn esteledik be. Az Úr Jézus látja, és nem is kell, hogy valaki kérdést tegyen föl, vagy kéréssel forduljon az Úr Jézushoz. Itt egyszerű dolgok történnek, ha szabad így mondanom. Az Úr Jézus egyszerűen azt csinálja, amit ő csinál. Amikor lát egy beteget, oda megy, megfogja az asszony kezét, és az bőven elég volt, hogy azért, hogy felsegítse, gondolom. Nem úgy, mint mi, amikor megvikasztalunk egy beteget, hogy na, nem lesz gond, akkor is szoktuk egymás kezét megfogni, de kevés eset van, amikor ilyenkor meggyógyul az ember, bár jól érzés. De az Úr Jézus megfogja a kezét, és az asszonyt elhagyja a láz, aki felkelt és szolgált neki. 2 egyszerű mondat, ez az első szakasz, amiben semmi különös nincsen, és szerintem a Biblia azt is akarja, hogy ezt normálisnak vegyük. Hogy teljesen normális dolog az, hogy amikor egy ember beteg, bármi baja van, nem csak testi betegségre kell itt gondolni, de a gyülekezetben, Isten népe körében teljesen normális dolog az, hogyha valaki beteg, akkor az illető is kéri, hogy gyógyuljon meg. Vagy a gyülekezet közben jár, amikor valaki beteg, és az lenne a teljesen normális, hogyha a gyülekezet közben jár betegekért, akkor ők meg is gyógyulnak. És ez azért külön kell mondani, mert ebből nagy ügyet csinálnak mostanában. Nem, nálunk annyira nem a református egyházban, de vannak felekezetek, akik ebből nagyon nagy ügyet csinálnak, és külön gyógyító istentiszteleteket szerveznek. Ami a Bibliában sehol nem fordul elő, gyógyító istentisztelet. Mert ahol az Úr Jézus követői együtt vannak, ott teljesen normális dolog az, hogy fáj nekem, ami a másiknak is fáj. Ha a másiknak fáj a térde, hát akkor, és megtudom, akkor fölhívom az illetőt, beszélünk. Persze, orvosnál is volt az illető, megkapta a gyógyszert, de azért imádkozunk, hogy hasson a gyógyszer, nem? Gyógyuljon meg az illető. És utána, ha meggyógyul valaki, nagyon sok gyülekezet van, ahol utána el is felejtik.
hogy szépen minden héten imádkoznak a betegekért, ezt én azért mondom, mert beszélek lelkészekkel, gyülekezeti tagokkal, presbiterekkel, akik valahogy, nem tudom, amikor ez a téma előfordul, hogy de nálunk nem szoktak lenni ilyen csodás gyógyulások, meg gyógyítások. Mi ez? Tehát még soha nem fordult elő a gyülekezetben, hogy imádkoztatok egy betegért, aki felépült, vagy meggyógyult. Hát ilyen volt. Hát mondom, és akkor ez erről hogy gondolkodunk? Azt nem az Úr Jézus csinálta? Ezért mondom, hogy itt két nagyon egyszerű mondat van, és ezt úgy is kell olvasni. És amikor meggyógyít valakit az Úr Jézus, akkor mit kell csinálni? Itt látjuk, nagyon egyszerű a történet. Az Úr Jézus megfogja a valamivel idősebb asszony kezét, vagy anyós, nem tudom, 40 éves lehet, 40 év fölött. Megfogja a kezét, elhagyja az asszonyt a láz, és utána egy normális anyós mit csinál? Egy idősebb asszony mit csinál? Hát úgy akarja ki, hát erdélyek jobban tudják, úgy fejezi ki a háláját, hogy főz valamit, vagy süt valamit, vagy ad egy pohár vizet, ugye az a minimum, azzal kezdődik minden. A közel-keleten meg pláne, hogy még a bemutatkozás előtt is illik egy pohár vizet odaadni, mert az a minimum. Tehát ha az nincs, akkor semmi nincs. Ugye ezért van az, hogy a jobbik éttermekben a kávé mellett mindig kapunk egy pohár vizet. Ugye ez még onnan a török időkben van. Mert a töröknek ez volt a normális. Hogy mielőtt egyáltalán csinálok valamit, az első pohár víz tessék. És jó, most már ugye a kapcsolatunk van. Én adtam, te jöttél hozzám, én meg örülök neki, adtam neked egy pohár vizet. Ugyanúgy ez az asszony. Ha az Úr Jézus tesz, értem valamit, akkor teljesen normális dolog az, hogy hálás vagyok, és valahogy kifejezem a hálámat. Egyrészt szavakkal természetesen az Úr Jézus felé, az itt nincs leírva, de ez az asszony egyszerűen azt csinálta, amihez értett, amit tudott. Ugye az, hogy szolgálni az Úr Jézusnak, ez most már ilyen különleges kifejezés lett nálunk az egyházban, mintha valami különleges dolgot kellene csinálni a gyülekezetben. Hogy az Úr Jézusnak szolgálni, azt sokan úgy értik, mintha a gyerekek között kellene valamit csinálni, vagy igét hirdetni, vagy valami más. De itt nem arról van szó. Az alap, a szónak az alapjelentése az egyszerűen az, hogy csinálok valamit a másiknak. És a most a mi helyzetünkben az Úr Jézus segített nekem valamiben, akkor hát nem tudok neki egy teát főzni, ugye? Vagy egy túrós buktát csütni, de az Úr Jézus, maga az Úr Jézus mondta, hogy amit csinálunk, az Úr Jézusnak a legkisebb testvérének, azt tettük meg ő neki. Tehát ha vigasztalást kaptam abban a helyzetben, amiben voltunk édesanyámmal, akkor adom tovább. Én most nemrég volt a lelkész hét, és a lelkész héten beszéltem erről a vigasztalásról, meg a reménységről. És most a héten kaptam a hívást, hogy az egyik résztvevő már tovább is küldte, hogy Márko, nagyon sok ember van, akinek ezt hallani kéne. Aki a reménytelenségben van, és egy hiteles embertől kell hallani arról, hogy mi a reménység. És küldi tovább a hangfelvétel. Semmi különös dolog, csak ő tudja. Van egy ember, akinek szüksége lenne egy bizonyos üzenetre. Azok elküldöm. Vagy ha meggyógyultam egy komoly betegségből, akkor újra megtanultam, hogy milyen is az, amikor az ember kiszolgáltatott helyzetben van. És ha ebből kisegített az orvos is, meg az Úr Jézus is, akkor hálás vagyok az orvosnak, meg hálás vagyok a mennyi orvosnak, és akkor lehet, hogy legközelebb eszembe jut egy szomszéd, egy testvér, valaki, aki szintén kiszolgáltatott helyzetben van, és kifejezem a hálámat egyszerűen azért, vagy egyszerűen úgy, hogy adom tovább. Hogy amit én megkaptam, hálából továbbadom. Teszek valamit hálából. Az Úr Jézusnak, az Úr Jézus számára, csak hát ő nincs elérhető közelbe, nem baj, vannak neki követői. Ugye ez az egyik, az első. És a következő két versben nagyon furcsa dolgokról van szó.
Az első még nem olyan furcsa. Amikor beesteledett, sok megszállottat vittek az Úr Jézushoz, ő pedig szavával kiűzte a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított. Nekünk az annyira nem furcsa, mert aki sokszor olvassa a Bibliát, az tudja, hogy az Úr Jézus mit szokott csinálni, de a különleges itt, hogy itt arról van szó, hogy az Úr Jézus Izrael földjén van, Isten népe körében, és mégiscsak ott nagyon sok ember megszállott. És itt a megszállott alatt azt kell érteni, hogy az emberben munkálkodik egy tisztátalan lélek. Tehát vannak olyan gondolatok, vannak neki olyan dolgai, amelyek nem a saját szívéből fakadnak. Tehát az illető is tudja, hogy nem én vagyok. Nem én csinálom ezt, hanem van valami bennem egy másik hang, amely elviszi a figyelmemet az Úr szavától, amely nagyon csúnya dolgokat mond nekem magamról. Vagy akár úgy, hogy azt mondja nekem, hogy nekem különleges képességeim vannak. Én nem vagyok olyan, mint a többiek. Mert olyan tisztátalan lélek egy célt akar elérni, hogy az ember minél távolabb kerüljön Istentől, hogy az embernek az életében minél kevesebb dolog legyen, ami visszatükrözi Istennek a dicsőségét. Nem derüljön ki, hogy ez az ember Isten képmására van teremtve. Egy cél, csak két trükkje van. De kb. Ennyi. Ugye? Az olyan, mint egy majom, az a sátán, hogy sok új dolgot nem talál ki, mindig ugyanazokat a dolgokat csinálja, csak mindig másképp csomagolja be. Vagy lezüleszti az embert. Csinálj egyre rosszabb dolgokat. Ne is foglalkozz magaddal, mert te egy rossz ember vagy, és nem érdemled meg, és tönkre megy az illető. És lehet, hogy már nem is foglalkozik önmagával. Találkoztunk ilyen emberrel nagyon régen, még Hollandiában például, amikor készültünk a misszióba, és nagyon komolyan kezdtünk felkészülni, akkor egyszer egy biblia óra után mentünk haza vonattal, és még ott áll a vonat a pályaudvaron, beszélünk, ugye négyen vagyunk, a feleségemmel, két barátunk, és bejön egy teljesen ápolatlan férfi a vonatba, leül, tehát itt vagyunk négyen, ő ott mellettünk, és béget ránk, mint a kecske. De tényleg, mint a kecske. Aztán fogja magát, és elmegy. Mi meg ott ülünk, hogy ez mi volt? Egy. Kettő, ez már nem emberi dolog. Ugye most már vannak ilyen emberek, akik azt gondolják, hogy teljesen normális, hogyha azt gondolom magamról, hogy kutya vagyok, vagy macska, vagy valaki más, tehát nem tudom, láttok ilyen dolgokat, de akkor ez még nem volt. Akkor még tudtuk, hogy ez nem normális dolog, és mondom, de nem ez kicsi, nem csinál, mintha. Ő direkt ül oda, és éreztük, hogy ő csúfol bennünket. Na most mire fel? Ilyen emberrel mit lehetne csinálni, mit kellene csinálni? És a missziós társaságnál kértünk segítséget. Van-e valaki a misszionárisok között, akinek ezzel tapasztalata van? És a döbbenetes az volt, hogy nem is volt. A kollégáink se tudták, hogy mit kell ezzel kezdeni, de áttételesen kapcsolatba kerültünk egy baptista lelkésszel, aki tudta, hogy ez micsoda, az honnan származik, mit kell vele. Tehát ez a tisztátalan lélek, aki mekeg, mint a kecske egy emberből, az honnan van, és ha az emberben ilyen van, akkor mit kell csinálni? Hogy szabaduljon az illető. Azóta kevés ilyen tapasztalatunk volt, de tudtunk egy-két emberen segíteni. De ez az egyik. A tisztátalan lélek elzüleszti az embert, hogy olyan legyen, mint egy állat. Tehát ne legyen ember. De a másik trükkje az, hogy az ember azt gondolja, hogy én már olyan vagyok, mint az Isten. Ez volt az első trükkje a sátánnak. Hogy az ember azt képzelje magáról, hogy én is annyit tudok, mint aki az emberek fölött áll.
Van nekem olyan belátásom, olyan képességem, olyan tudatom, és lehet, hogy a sátán még ad is valamit. Ismertünk egy jósnőt, volt jósnőt, aki tényleg tudott dolgokat. Tehát nem becsapás, hanem megtanulta a módját annak, hogy hogyan lehet a természet fölötti világgal kapcsolatba lépni, és hogyan lehet olyan dolgokat mondani a másikról, amit egy ember nem tudhat. Aztán később jött rá, hogy ugye ő csak segíteni akart, és azt gondolta, hogy az is egy lehetőség, csak később jött rá arra, hogy de az élete nem lesz rendezettebb. Miközben ő azt gondolja, hogy többet ér el, mint más ember, közben belülről, meg a családjában nem a jó irányba mentek a dolgok. És ő is szabadult, hála Istennek, mi a üdvhadsereknél találkoztunk vele. Szolgál az első magyar tisztek között volt, akik a magyar üdvhadseregbe kezdtek szolgálni. Ezzel a két trükkel próbálja a sátán eltéríteni az ember figyelmét az Isten szavától. És mondom, hogy az a döbbenetes, hogy Izraelben, az Úr Jézus idejében nem kevés ilyen ember volt. Ott volt a Biblia, legalább az Ószövetség, de volt olyan irányzat a zsidóknál, valószínűleg a fogságból hozták azt haza, amely használta a Bibliát, de nem a tartalommal foglalkoztak, hanem minden betűnek volt valami jelentése. És amikor olvasom a Bibliát, nem a szavakat kell olvasni, hanem a betűk mögött kell megtalálni a titkos információt. Hát ez régen rossz, ha valaki beszél hozzám, és soha nem figyelek arra, amit mond, hanem mindig a titkos információt kell kitalálni, ami mögötte van. Az Úr Jézus nem véletlenül jött abba a korba, amikor megérkezett arra a földre. Amikor Isten népe sok mindent vélt gondolni Istenről, mi voltak a farizeusok, akik mindent tudtak, többet, mint az Isten, a törvényt jobban tudták, mint az Isten, nekik se volt igazuk. Voltak emberek, akik ilyen misztikus dolgokkal, mágikus dolgokkal foglalkoztak. Azt gondolták, hogy ő Isten népéhez tartoznak, amik az Úr Jézussal nem találkoztak. És kiderül, hogy baj van. És úgy derült ki, hogy amikor a bajaikkal oda mentek az Úr Jézushoz, az Úr Jézus csak mondott egy szót, és megtisztult az illető. Akkor derült ki, lehet, hogy a számára is, hogy volt, be voltam csapva. Volt valami az életemben, de jobb, hogyha nincs ott. Ezt csinálja az Úr Jézus, és a szavával azt mondja itt, kiűzte a tisztátalan lelkeket, és minden beteget meggyógyított. Oké, ezt ismerjük a Bibliából. Sokszor találkoztunk ilyennel. És most jön az a gondolat, mert ugye hétfőn megnéztem, hogy ma miről kell beszélnem. Most jön az a mondat, ami csak a Bibliában szerepel szerintem. Amivel máshol nem fogunk találkozni. Mindez azért történt, azt mondja a Biblia, hogy beteljesedjenek az Ézsaiás próféta által mondottak, erőtlenségünket ő vette el, és betegségeinket ő hordozta. Ez egy profécia, Ézsaiás 53, amikor Ézsaiás az Istennek a szolgájáról beszél, aki el fog jönni, és meg fogja oldani a bűnnek a problémáját. És az utolsó dolog, amit mond, ez fogott most meg engem. Betegségeinket ő hordozta, mármint az Úr Jézus. Azért fogott meg, mert ugye mi olyan világban élünk, hogyha valami betegségünk van, megyünk az orvoshoz, az orvos felír egy terápiát vagy gyógyszert, és utána valahogy a mi fejünkben az van, hogy és a betegség elhagy bennünket. Tehát ez eltávozik. Az orvos ad valamit, vagy csinálnak velünk valamit, és akkor tőlem elmegy a betegség, elmegy a probléma, hát hogy hova kerül? Hát eltűnik. Nem? Tehát valahogy helyreáll a testem, tehát most már, tehát ami elromlott, az most már kicsit jobb, vagy jobban tudom tűrni, vagy mit tudom én.
Abba ugye az orvos csak eszköz. Ez teljesen semleges eszköz. Neki tudása van. Megyek az orvoshoz, elmondom a panaszaimat. Az egyik állatorvos barátunk azt mondta, hogy hát az emberi házi orvosnak egyszerű. Mert ugye a beteg elmondja, hogy mi baja van. Ezt csak oda kell figyelni. Az állatorvosnak egy kicsit bonyolultabb, mert ugye a kutya nem nagyon tudja kifejezni magát, tehát meg kell vizsgálni, hogy mit csinál, a tüneteket nagyon pontosan kell megnézni. Azt mondja, sokkal nehezebb az állatorvos dolga, mint a házi orvos dolga, de ugye becsapós, amikor a páciens elmondja a panaszait az orvosnak, már lehet, hogy valamit nem akar elmondani, nem mer elmondani, olyan ciki, hogy hol fáj, inkább nem mondom el, vagy hát nem emlékszem, vagy csak szépen mondom el, de kisebb problémát csinálok belőle, mint ami az igazi probléma, vagy sokkal nagyobb problémát csinálok belőle, ugye ez házi orvosoknak se könnyű. Mert nekik is ugye mindig meg kell vizsgálni, hogy jó, a páciens mond valamit, de mi az igazság? De neki tudása van, fülel egy gyógyszert, kész, ennyi. Néha-néha van olyan szisztéma, ahol a házi orvos még nyer is abból, hogyha ugyanazt a gyógyszert sokszor írja föl, akkor a cégtől kap valami vissza, vagy egy szép nyaralást. Tehát gyakorlatilag az orvos vagy semleges az egészben, vagy lehet, hogy még nyer is valamit. De amikor a Biblia arról beszél, hogy az Úr Jézus mit csinál, akkor valami teljesen mást mond. Amikor az Úr Jézus meggyógyít valakit, akkor ő valami terhet magára vesz. Ezt mondja itt a Biblia. Tehát az, hogy én meggyógyulok, az egy jó dolog, de ahhoz az kell, hogy az Úr Jézus átvegyen tőlem valamit. Hogy mi az? Az nem tudom. Mondjuk a szenvedést. Ugye? Mert az Úr Jézus nem lett beteg attól, hogy ő meggyógyította ott ezeket az embereket. Nem lett béna az Úr Jézus attól, hogy meggyógyított egy bénát. De valahogy a lelkiekben, amiről nem szoktunk beszélni, és mit el sem tudunk képzelni, amikor az Úr Jézus meggyógyít egy beteget, akkor az Úr Jézus kap egy terhet. Ő kap valamit a vállára, láthatatlanul. Na kíváncsi lennék, hogy hány ember jelentkezne orvosi egyetemre, ha így működne a gyógyítás. Ugye? Meggyógyítom a XY-t, de a cserébe én kapok valamit a vállamra, hogy tudjam elhordozni. Nem fognak sorba állni. Szerintem most állnak sorba, legalább itt nem, vagy csak azért, hogy itt végezzék el az egyetemet, akkor gyorsan Németországba menjenek házi orvosnak, mert ott 15 éven belül lehet, hogy már nem is lesz házi orvos, tehát németet kell tudni, meg ugye házi orvosi diplomám legyen, és akkor arany életem lesz. Tehát, ja, így könnyű. De hát úgy meggyógyítani, hogy én előre tudom, hogy minden egyes meggyógyított ember után én kapok egy csomagot a vállamra. Na kiválóan ezt. Az Úr Jézus. Ez döbbenet. De miért mondja ezt Máté? Szerintem két okból. Az egyik az, hogy amikor ugye végre leírták, hogy az Úr Jézussal mi történt, és mit mondott, akkor a keresztény egyház már volt abban a helyzetben, hogy meg kellett védeni magát a hát lehet így mondani, hogy tévtanítások, vagy a helytelen gondolkodás ellen. Hogy az egyházon kívül is sok mindent mondtak a Jézusról. És el tudom képzelni, hogy a zsidók részéről az egyik érv az volt, hogy ha Jézus valóban a messziás lett volna, akkor ő nem szenvedett volna annyit. Mert a zsidók az Úr Jézus idejében sokszor úgy olvasták az Ószövetséget, hogy ha valaki szenved, az azért, mert ő rossz ember. Csak a Jób könyvét kell olvasni, akinek három ugye barátja volt,
akik elmentek a Jobhoz, amikor sok minden történt Jobban, először egy darabig nem mondtak semmit, addig volt jó. Aztán meg elkezdték magyarázni a Jobnak, hogy hát azért történnek rossz dolgok, mert biztos valamit elkövettél. Hát, meg kellene térni. Jó, azt mondja, bocsánat, tehát én végig gondoltam, nem tudom. Nem is mi tudjuk, hogy Jobnak van igaza. De ez a három barát mondja, hogy ha te jó ember lettél volna, nem lettél volna beteg. Hát most is lehet ezt hallani néha-néha, még keresztényektől is. Ha igazi hívő lennél, akkor nem is sírnál. Ha igazi hívő lennél, akkor tudod, hogy minden a javadra van. És akkor is fáj. Akkor is fáj, hogyha nem voltunk ilyen helyzetben is, lelki gondozói helyzetben. Akkor is fáj, hogyha nem találok párt magamnak. Hát, de Istenek terve van veled. Hát ez nagyon vicces, de akkor is fáj. És akkor is fáj, hogyha a családban történnek dolgok, ha velem történnek dolgok, ha a világban történnek dolgok, az nem úgy van, hogy nem fáj. Történnek rossz dolgok jó emberekkel, ha szabad én mondanom. És igen, ez fáj. Csak az a kérdés, hogy abban a helyzetben mit csinálok. Az Úr Jézushoz tudok fordulni a fájdalmammal, akkor lehet, hogy ki tudom bírni. Akkor is, abban az időben is volt az az érv, hogy az Úr Jézus azért nem lehetett a Mesiás, mert ő sokat szenvedett. És ezért írja is ide Máté. Tehát a Bibliában benne van. A Bibliában benne van, hogy van olyan ember, aki nem azért szenved, mert ő csinál rosszat. Van olyan ember, aki azért szenved, mert átvesz rossz dolgokat más emberektől. Hát hol lehet ezt a legjobban látni? Hát egy beteg ember esetén. Tehát ott fekszik egy béna, és az Úr Jézus átveszi a terhet a bénától. Honnan tudjuk, hogy az Úr Jézusra rákerült a teher? Hát onnan, hogy a béna már tud járni. Olyan egyszerű. Ugye ezért írják le ezeket a dolgokat a Bibliában. Ezért gyógyultak meg olyan sokan az Úr Jézus idejében, hogy utána lehessen vele érvelni. Jézus átvette. De a másik érv, vagy a másik dolog, amiért Máté ezt talán leírta, lehet, hogy ez nekünk szól. Hogy ez nekünk szól. Hogy amikor valamin megyünk keresztül, ami nem tetszik, ami fáj, akkor persze az első gondolat az, hogy új, ez kellemetlen, Úr Jézus, vedd el tőlem. De lehet, hogy az Úr is azt mondja, hogy nem. Mert van rá példa a Bibliában, Pálnak is azt mondta. Volt valami baja, Pál apostolnak nem tudjuk pontosan mi az, de azt mondja Pál, háromszor is megkérdeztem. Ez neki már sok volt. Háromszor is megkérdeztem, hogy az Úr vegye el, az Úr azt mondja, hogy nem. Legyen elég neked az én kegyelmem. És Pál apostol ezt hogy fordítja le magának? Hogy az Úr Jézus arra ad nekem lehetőséget, hogy én is viseljek egy kis terhet, ahogyan ő is. Én már olyan felnőtt hívő vagyok, én már ott tartok a hitben, hogy nem kell, hogy az Úr Jézus helyettem mindent csináljon. Én már nagy lány vagyok, én már nagy fiú vagyok. Az Úr Jézusnak nem kötelező mindent a vállamról levenni, mert én ma ott tartok, hogy megtiszteltetés. Hogyha az Úr Jézus azt gondolja rólam, hogy van olyan teher, ami maradhat. Megadja az erőt, megadja a türelmet, a kitartást, de ma ott tartok valahogy, az Úr Jézus szerint, lehet, hogy én nem látom magamba, de az Úr Jézus szerint én ma ott tartok, hogy már kellene tudnom ezt bírni. Ő lát bennem valamit. És jó lesz nekem ezen keresztül mennem, mert jobban fogom megérteni az Úr Jézust. Jobban fogom megérteni, hogy az Úr Jézus hogyan gondolkodik.
Nem hiszem, hogy ezzel az üzenettel nagyon népszerűvé lehet válni. De hát a kereszténységünkhez ez hozzátartozik. Mivel kétszer is benne van a Bibliában. Ézsaiás 53, és itt Máté 8. Az Úr Jézus átvesz terheket. Abban a pillanatban, amikor meggyógyít valakit, most is. Az azt jelenti, hogy az Úr Jézusnál ez nem az időben van, de oké, de értjük. Amikor az Úr Jézus leemel egy terhet valakitől, az azt jelenti, hogy ő veszi a saját vállára. Tehát nem lelöki a földre a terhet, ő veszi át a terhet. És ő szívesen csinálja. Mert neki erős lába van, és erős válla van. Tehát, ha az én életemben van egy teher, amit nem bírok, akkor beszéljem meg az Úr Jézussal. De ne gondoljam azt, hogy ó, ő ezt csak eltünteti, és nincs. De tényleg arról van szó, hogy ő ezt átveszi. Gondolhattam azt, hogy ja, de nem akarok az Úr Jézus terhére lenni, nem akarok neki még több terhet adni. Mert jobb, hogyha nálad marad. Jobb, hogyha a te válladod van. Ha te nem bírod, akkor nem maradjon ott. Akkor az Úr Jézussal meg kell beszélni. Ő szívesen átvállalja, ha megbeszéljük. De az nem jelenti azt, hogy soha semmilyen teher nem lesz az életemben. Az csak azt jelenti, hogy az Úr Jézus azokat a terheket veszi le, amelyekre nekem nincs szükségem. Az Úr Jézus azokat a terheket veszi le a vállamról, amelyeket ő szívesen cipel helyettem, mert nem szolgálják az én javamat. De maradni fognak dolgok. Ha az Úr Jézusé vagyok, akkor minden az enyém, ami az Úr Jézusé. Ezt nagyon sokszor mondom. És amikor a bűnbocsánatról van szó, és az örök életről van szó, akkor mindenki tapsolja, hogy de jó. Az Úr Jézus megszerezte a bűnbocsánatot, nekem kell, akkor ha az Úr Jézusé vagyok, akkor enyém a bűnbocsánat. Igen ám! Csak az Úr Jézus a szenvedések férfia. Mindenek ára volt. És ha az övé vagyok, és növekszem a hitben, akkor eljön az a pillanat is, amikor a következő lépéshez nekem szükségem van arra, hogy jobban értsem ezt meg. És cipelhessem az Úr Jézus után, értitek, azt a batyút, amiről az Úr Jézus úgy gondolja, hogy jó lesz nekem, hogyha ez még ott marad. Mert formálni fogja a jelenemet. Segíteni fog nekem megérteni jobban az Úr Jézust, és a fel a barátaimat is. El fogja venni majd, ugye, az, ami biztos reménységünk. Minden terhet az Úr Jézus majd levesz a vállunkról a feltámadásunk után. Akkor nem lesz betegség, nem lesz bűn, nem lesz semmilyen teher. De ahhoz, hogy az izom meglegyen, a szabad égben, a hitnek az izmai meglegyenek ebben a világban, hogy tudjunk felnőni, szükségünk van nekünk ezt megérteni. Amikor az Úr Jézus elvesz egy terhet, magára veszi. És szívesen teszi. De van olyan is, amikor nekem is viselnem kell valamit, egy darabit. Mert ez hozzátartozik a formálásomhoz. Ha az Úr Jézus képes volt a világ összes terhét elhordozni, a keresztre vinni, aztán a feltámadás után eltüntetni azt az egészet, akkor nagy megtiszteltetés, hogyha segít nekem abban, hogy én is egy picit cipeljek, hogy jobban érthessem meg a megváltásnak az árát, és hogy tudjak bizonságot tenni az embereknek erről. Az Úr Jézus sok mindent átvállalt az én vállamról, amit én nem tudok cipelni. És cserébe adott néhány dolgot, amit viszont nekem cipelnem kell. De az a javamra van, és még a te javadra is. Mert tanultam,
És most már tudom, hogy mit kell csinálni. Én ezt a néhány gondolatot találtam ebben az igében. Remélem, hogy hasznosak. Remélem, hogy tudjuk ezeket a gondolatokat hasznosítani a saját életünkben is, az Úr Jézus dicsőségére. Amen.